Szia, Kövesi Andi vagyok, a Jogoplay Kft. Tulajdonosa, a Jogoplay webáruháza miénk, és keddesti szokásos élő videónál üdvözöllek téged. Ma este arról lesz szó, hogy milyen ajándékokkal tudjuk meglátni az óvodás gyermekünket, unokánkat, unokahúgónkat, barátaink, ismerőseink gyermekét születésnapjuk alkalmából. És akkor először is nagyon sok posztot olvastam most a Facebookon, szia, örülök, hogy itt vagy. Nagyon sok posztot olvastam most a Facebookon arról, hogy a tinik azok állandóan csak a telefonjukat pöcögtetik, mindig szia, mindig csak a telefonjukat piszkálják, nem kommunikálnak egymással, nem csinálnak ezt, nem csinálnak azt, és milyen szörnyűek ezek a mai fiatalok. Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok olyanok, amilyennek mi szülők neveljük őket, tehát hogyha nem tetszik, hogy milyenek a mai fiatalok, akkor gondolkodjunk el azon, hogy mit csináltunk, vagy mit tehetünk. És pontosan ezért olyan játékokat igyekeztem összeválogatni nektek, ami segít abba, hogy ezek a fiatalok olyanok legyenek, amilyennek mi szeretnénk őket látni, és akkor lássuk csak, mit hoztam. Első, Plantoys, ez a fényképezőgép. Ez egy kis fa, préselt fából készült fényképezőgép, meg lehet nyomni a kioldó gombját, valamint a objektív az tekergethető, és ha belenéz a gyermek az objektívbe és tekeri, akkor itt belül egy prizma van. Bele tudja dugni a kis kezét, és kifejezetten egy óvodáskorú gyerekeknek való kis játék. Ennek a párja a telefon, ennek is nyomogathatóak a gombjai. Ebbe viszont itt egy nagyító van, ugyanúgy bele dugni ide a kezet, és ez így néz ki. Ezek ilyen kis apróságok, amit a ismerős gyerekének lehet vinni, vagy szia, örülök, hogy itt vagy, Kata. Ismerősnek a gyerekének lehet vinni ajándékba, vagy akár, hogyha van valami nagyobb ajándék, és egy kis apróságot szeretnél mellé. Amúgy ez a nagyszülőknek is praktikus, mert egy nagyon jó nagyító van benne, tehát tényleg lehet mellette olvasni. És akkor lássuk, mi van még. Az én nagy szerelmem a hógömb. Ez a Jacko-nak a hógömbje. Ez amúgy a mi saját darabunk, ez a barellinás. Ide közelebb mutatom nektek. Itt alul be lehet kapcsolni ezzel a kapcsolóval. És akkor 20 percig forog és világít különböző színekben. 20 perc után pedig automatikusan kikapcsol. Ő pedig így néz ki. Megmutatom, amúgy nagyon szép a csomagolása is. Itt van egy másik, ez a nyuszis rókás, és egy ilyen szép dobozba lehet kapni. Ez is egy remek csajos ajándék, amúgy van fiúsba is, fondásba, meg mi tudom, szuperhősösbe, azt hiszem. És akkor ha óvodás a gyermek, akkor még mit lehet? Gyakorlatilag az óvodáskor, amikor fejlesztjük őket, mind a finom motorikát, mind szellemileg, mind érzelmileg. És erre nagyon sok jó játék van. Az egyik, hogy meg kell tanulni majd a számokat 1-től 10-ig, ez a Zoviba egy ilyen kötelező feladat. Erre van egy dominója szintén a Jacko-nak. Ez is amúgy milyenvel rengeteget játszottunk a csajokkal, mindkét lányommal. Nagyon szerettük. Így néz ki. Itt vannak a kis kártyák, és hát klasszik dominó, az egyeshez az egyet, számot meg kell keresni, a ketteshez pedig két darabost. Én pont nem jót húztam, tehát nem tudom letenni, ti jöttök. És akkor mi van még? Minden kis óvodás, az jár kirándulni, ezért ovis táska. Ez egy csajos nyusz is. Ilyen helyes. Ő a Skip Hopnak a táskája, van egy ilyen kis répa, gyakorlatilag bent egy jó nagy rész, ide föl lehet írni a gyermek nevét. Oldalra be lehet rakni a kulacsot, és ellen is van neki egy zseb, amiben van egy hálós rész. Amúgy ez a Skip Hopnak ez a zoo kollekciója. Nagyon sok fajta állatba kapható, meg tudjátok nézni. Erről már készítettünk is különben élő videót, amit pedig a YouTube csatornán, a Jogoplay-nek a YouTube csatornáján meg tudsz nézni, és meg tudod nézni, ott részletesen bemutatom, hogy milyen is ez a táska, mennyire jó, mire jó, és hogy milyen táskák vannak még.
szintén ovis táska, mutatok azért egy fiúsat is, ez pedig a Lilliputiansnek a Jeff kutyája, csörög-börög a füle, helyes kis felhős húzófája van, neki itt van fölül egy kicsi zsebje, ez mágnesesen záródik, ide lehet fölírni a nevet, és Jeff kutyával is lehet boldogan irándulni, ő egy ekkora kis táska. És benne, hogy az a jó, én azt szeretem, hogy itt pedig elől össze lehet kapcsolni egy gyermeken, tehát biztos nem fog lejönni róla. A YouTube csatornán nézzétek meg, hogyha ha tetszik, a többi táskát is fogjátok látni rajta. Igen, óvodáskor, miről szól? Szerepjátékról. Ma különben a kisebbik lányom, a Zsófi, a 9 éves, ezt kibontotta, és akkor végigpróbálta rajtam az összes dolgot, ez orvosi szett, ez is a Plantoise-nak a játéka. Plantoise-ról azt kell tudni, hogy nem csak nagyon szép minőségben, kiváló minőségben gyártja a játékokat, hanem abszolút környezettudatosan és környezetbarát módon. A festék az pigment alapú festék, a doboz festék a szója, és figyel arra, hogy sok-sok fát ültessen, hogy a jövő nemzetékének is egy zöld bolygó maradjon. Így néz ki a kis orvosi táska, itt lehet megfogni. És akkor belekukkantunk, hogy mi van benne. Van benne egy injekciós tű, ezt így ki lehet húzni. Így néz ki. Igen. Au! Egy kis fa lázmérő. Ezzel meg lehet mérni a lázot. Stetoszkóp, vagyis hát hallgató. Na, lássuk csak. Úgy érzem, jól működik a szívem. És akkor vannak még itt dolgok. Hát a apa idegesen jön az, akkor a gyerek rögtön megmérheti a vérnyomását. Itt van a kis vérnyomásmérő. Amúgy megsugom, hogy ebbe ez a csúcs. Állott. És hát a reflex kalapács, ez is jó, mert hogyha apu nem figyel, akkor csak oda kell csapni a térdére egy picit, és akkor rögtön megkapja a gyermek a figyelmet. De minden gyerek szeret orvosisat játszani, kismackot, kisbabát, mindenkit meg lehet vele gyógyítani. És hát a kis orvosi táskát pedig a kis doktor bárhova magával tudja vinni. És a Hát akkor most egy fiús szerepjáték következzen, ha már szerepjáték, ez az én nagy szerelmem, bár nincs fiam. Ez a szintén Plantoise-nak a daru készlete, ez egy ekkora daru lesz, hogyha apa összeépíti, mert ezt össze kell építeni, és így néz ki, azt kell róla tudni, hogy itt ez forgatható, valamint itt lent ez is forgatható, és akkor egyrészt mozog a daruna rakomány előre-hátra, valamint leföl, és van rajta egy lift, itt ez is leföl mozog, így tud fölmenni gyakorlatilag a darusa a daruba, és ja, és tényleg meg tudja fogni a vödröt, tehát azt oda szépen föl lehet akasztani, és akkor vannak kis kiegészítők hozzá, tehát útépítésre tudom ajánlani ezt a daru szettet, és van benne egy leírás, azt azért még megmutatom, hogy megvan hozzá a leírás, hogy kell összeszerelni a darut. Ügyeskedsz anyukák, apukák, könnyen boldogulnak vele. Mert az unokaöcsém több órán keresztül játszott itt nálunk, mikor éppen össze volt szerelve egy ilyen darab. És akkor kirakó, tehát a kirakó is olyan, hogy minden gyerek szeret, és amúgy nagyon sok mindent fejleszt, a megfigyelőkészségét, a finom motorikáját a gyermeknek, a kombinációs készségét is. Ez különben kicsiben már 2 éves kortól használható kirakó, és ebben összesen 4 kirakó van. Egy 3 darabos, egy 4 darabos, egy 5 darabos és egy 6 darabos, de a Jogoplay oldalán nagyon sok kirakót találtok fönt. Felnőtteknek van, tehát ilyen 1000 darabos is van, ha nem a gyereknek, vagy nagyobb gyereknek szeretnétek komolyan. És van olyan kirakó, ami ilyen hatalmas, ezek az óriás kirakók, ezek több mint 1 méteresek lesznek. És akkor ami még nagyon sokat
segít abban, hogy a gyerekünk tényleg olyan legyen, amilyennek mi szeretnénk, az a közös olvasás és a játék, és ez a Pagonynak a Daniel András által írt kufli. Kuflik, ennek több könyve van, van ez egy kupac kufli, a Kuflik a nagy esőbe, és még sok-sok, ez éppen a Kuflik a láthatatlan réten, ahogy az írónak a rajzai vannak benne. 3 éves kortól ajánlja a Pagony ezt a könyvet, olyan 6 éves korig, nagyon, nagyon helyesek, ők a kuflik amúgy, egy kupacba laknak. És ez van társas játék. Én azt látom, a kicsik nagyon szeretik, hogyha egy meséhez kapcsolódó társas játékkal játszunk. Ebben 2 játék van. Egy olyan, ami egy ilyen együttműködő játék a kisebbeknek, és egy versenyzős játék a nagyobbaknak. Természetesen benne van a leírás. Itt vannak a kis fa bábuk, a fa bábukra föl lehet a kuflikat ragasztani, és ha megtanultátok a neveiket, akkor már lehet néven szólítani. Van hozzá egy ilyen kis füzet, ebben 14 darab mese van, ilyen kis rövid mesét. És akkor itt gyakorlatilag egyrészt memóriajáték, mert ez a tábla, ide a kis zöld kockákra kell őket felhelyezni, ők a különböző állatok a réten, és ők fognak segíteni abban, hogy megtaláljuk, hogy a kufliknak a tárgyai ki tüntette el, ki vette magához, és ezek a kártyák, amiket föl kell húzogatni. És akkor mondom, kétféleképpen lehet játszani, egyrészt egy együttműködő játék kisebbeknek, másrészt pedig a nagyobbakkal egy ilyen versenyzős játék, és a logikát, valamint a mesélőkészséget is fejlesztem, hogy beszélni és csicseregni is kell közben. Nagyon kis cuki. Ja, és nem óriási, hatalmas a doboza, amit én imádok, mert egy szokott dühíteni egy társasjátékban, amikor van benne egy ekkora dolog és egy ekkora doboz, de ennek abszolút jó méretű utazásnál is magaddal tudod vinni, mert akkora a doboza. Egy ekkora dobozva van benne, tehát nem egy ilyen hatalmas doboz. És akkor nézem, hogy kimaradt-e valami. Még egy dolog van, amit szeretnék nektek mutatni. Ez a Zazuzanka az éjjeli lámpája, ezt is nagyon szeretik a gyerekek. Ez egy, meg a szülők is természetesen. Te is fogod szeretni. Ez egy olyan éjjeli lámpa, kifejezetten kisebbekhez való, hogyha a fölsír, akkor bekapcsol a bagoly 5 percre, és világít a gyermeknek, és 5 perc után kikapcsol. A fénygyűrű is világít, és a bagoly, ez is hangérzékelős lámpa, tehát a gyermek hangjára kapcsol meg. Ezt is meg tudjátok nézni a YouTube csatornánkon, mert erről is csináltunk egy részletes élő videót, hogy hogyan működik, világítatjuk, hogy tényleg bekapcsol-e a hangra, tehát meg tudod ott nézni, hogy működik. Tehát ma ebben készültem neked, ezekkel az ajándék és játék ötletekkel, csinálok rólad egy fotót. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és ne felejtsd el, hogy igen, van a YouTube csatornánk, az összes élő videó föl lett oda töltve. Ott tudsz válogatni még a játékok közül, hogyha most nem találtad meg az igazit. Valamint e-mailt is írhatsz nekünk ezzel kapcsolatban, tehát hogyha kérdésed van bármelyikkel kapcsolatban, szia, örülök, hogy itt vagy, bármelyik játékkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írjál nekünk, vagy hogyha már vásároltál, akkor csatlakozz a zárt csoporthoz, a Jogoplay zárt csoporthoz a Facebook oldalunkon, mert május van, és május 2-e, ami, ha jól számolom, mivel ma kedv van, jövő héten lesz, a Super 2, tehát 10% kedvezménnyel tudod beszerezni ezeket a tuti születésnapi ajándékokat. Örülök, hogy itt voltál, szia!